Március 1-től megváltoztak a szociális ellátásokra vonatkozó szabályok. Miben változtak? Jelentős változáson ment keresztül a szociális ágazat, és ez a változás egyébként része annak a kormányzati intézkedés sorozatnak, ami egyébként már a járások kialakulásával megindult, hogy külön kell választani az önkormányzati és az állami feladatellátás rendszerét, intézményesített formában is. Úgyhogy a szociális törvény módosítása március 1-jével az ügyfeleink jelentős körét érintő változást eredményezett, ami abban áll, hogy két segélyezési típus az önkormányzati hivataloktól átkerült a járáshivatalok hatáskörébe. Hány embert érinthet ez itt a térségben? A teljes járás területére vetítve közel 1400 ügyfélnek az ügyét vettük át a napokban. Ügyirat formájában is, és az adatbázisokat is átemeltük, és jelenleg folyik ennek az ügyirat halmaznak a feldolgozása. Az ügyfelek hogy szereznek tudomást erről a változásról? Elsősorban azok, akik aktív korúak ellátásában részesültek korábban is, azok már tudják az eljárás menetét, mert a munkaügyi kirendeltségnél jelentkeznek akkor, amikor a közfoglalkoztatásuk megszűnt, és a munkaügyi kirendeltségtől már nem a települési jegyzőhöz kell menniük a segély igénylése véget, hanem a járáshivatalokba. Egyébként azok a rendszeres szociális segélyben részesülők, akiknek át kellett alakítaniuk egy új segélyezési formára az ellátásukat, azok szintén értesültek már, ugyanis döntést kaptak a helyi jegyzőtől, hogy megfeleltessék az új törvénynek megfelelően, ugyanis a rendszeres szociális segély az megszűnt március 1-től, helyébe egy új segélyezési forma került, és ennek megfelelően egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátást fognak kapni azok, akik erre jogosultak. Egyébként, aki nem jelenik meg most nálunk, de folyamatban lévő ügye van, az is fog értesítést kapni tőlünk, mert 60 napon belül tájékoztatnunk kell az ügyfeleket arról, hogy átvettük a hatáskört. És csak egy hatáskör átvétel, vagy változtak ezeknek a támogatásoknak a feltétele is, tehát az, hogy ki kaphatja? Az aktív korúak ellátásán belül a rendszeres szociális segély, ahogy említettem, ott tartalmát illető változás is történt, amiről már értesültek az ügyfelek. A foglalkoztatás helyettesítő támogatás vonatkozásában semmi változás nincs. Összegszerűségében is ugyanaz, csak az eljáró hatóság változott meg. Tehát nem kell újra mindenkinek papírokkal igazolni a rászorultságát, vagy az, hogy ő megfelel az adott feltételeknek, hiszen ezt az önkormányzatoktól így vettétek át. Hát van, akinek nem kell ezt igazolni. Aki kikerült most a közfoglalkoztatásból, azoknak újabb kérelmet kell benyújtani abban az esetben, hogyha az újabb közfoglalkoztatásban nem vesz részt, de ezt már itt irányítják a munkatársaink. Tehát amikor bejönnek hozzánk, akkor ők figyelik azt, hogy ő neki milyen, hogy be kell nyújtani kérelmet, vagy sem. Tehát az ügyfeleknek nem kell attól félniük, hogy most, hogy így megváltozott az ügyintéző, esetleg kiesnek ebből a szociális rendszerből. Nem, semmi esetre sem. Nem is érezhetik meg igazán azt, hogy itt egy hatásköri változás történt. Úgyhogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a lehető legsimábban folytassuk le ezeket az eljárásokat. 7 ügyintézőt állítottunk erre a feladatra. Eddig is 7 intézték a szociális ellátások körét, mindenki a saját településének megfelelő ügyintézőhöz tud menni az ügyeit intézni, és ezek az ügyintézők minden szociális ellátási típusban tudnak segítséget nyújtani. Illetve még ezen felül a kis településeken továbbra is fenntartottuk a települési ügysegédi rendszert, ami abban áll, hogy 2 hetente járnak ki a munkatársaim, egyébként pont a szociális ügyintézők, akik segítséget tudnak nyújtani a kérelmek kitöltésében, illetve hát behozzák hozzánk az igényeket. És az elkövetkezendő időkben szeretnénk átalakítani ezt a települési ügysegédi rendszert az igényekhez igazodóan, illetve hogyha még plusz hatáskört is kapunk, ebben az esetben is, hogy minden egyes kérelmet le tudjanak adni az ügyfeleink lakóhelyükön. Még egy változás van, bár ez a nagyobb településeket nem érinti, hogy nem lehet személyesen felvenni ezeket a segélyeket, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem, hanem ez csak postai úton vagy számlára utaljátok.
Igen, meg fogják érezni ennek a hiányát bizonyára a kis településen élők, főleg ők, ugyanis a járáshivatalban nincsen pénztári kifizetés. Eddig sem volt. Legtöbben tudják is egyébként, mert esetleg más támogatási formában már részesültek nálunk, tehát csak postai úton vagy bankszámlára utalással tudjuk a kifizetéseket teljesíteni. Igaz, hogy ez nem a te kompetenciád, de az önkormányzatoknál maradt szociális ellátások változtak, nem változtak, hogyan alakult? A települési önkormányzatoknak február 28-ig rendeletet kellett alkotni arról, hogy milyen módon kívánják segélyezni vagy támogatni az arra rászorultakat. De ez már nem állami segítségnyújtás körébe tartozik, tehát ezt ők önerőből fogják folyósítani. Települési támogatásnak hívják ezt a segélyezési formát, és minden önkormányzat saját maga dönti el, hogy milyen élethelyzeteket kíván segíteni. A szociális törvényben ez idáig volt arra lehetőség, hogy méltányosságból közgyógyellátást, illetve ápolási díjat állapítsanak meg a települési önkormányzatok, illetve a jegyzők, de ez megszűnt. Most ugyanezen a jogcímen bármely más támogatást meg lehet állapítani, és legtöbben egyébként be is építették a rendeletükbe ezeket.